A rotavírus rendkívül gyakori, ám sokszor alábecsült betegség. Óvodáskor végére a kisgyermekek szinte kivétel nélkül átesnek a hasmenéssel, hányással és többnyire lázzal is járó megbetegedésen. Ezek a felvételek a Józsa András Oktató Kórházban készültek, szinte teltház van a gyermekosztályon. A legtöbb gyermek a rotavírus miatt van itt. Egy nap körülbelül olyan 80-100 gyerek fordul meg itt a gyermeksürgősségi osztályon, és az utóbbi hetekben a nagy részét ilyen típusú betegségek teszik ki. A rota kifejezetten ellenálló vírusfajta, az emberi kézen órákig, míg a tárgyakon, például játékokon, akár több napon át is életképes. Ezért igen fontos a higiéniai szabályok betartása, akár egy egyszerű kézmosás is. Ezek a felvételek 2 hete készültek. Ebben a nyíregyházi óvodában a szülőket például arra kérték, minimum hetente vigyék haza és mossák ki az ágyneműt. A fertőző osztályon, ami 15 ágyas, általában 15 és 20 beteg között van a napi létszám, és ezeknek nagy része ilyen rotavírus fertőzésben szenvedő csecsemő, illetve kisded. Ez a típusú betegség nem csak szájon, úgymond enterális úton terjed, hanem légutakon keresztül terjed is. Ez egy olyan típusú megbetegedés, ami nagyon hamar kiszáradást eredményez a csecsemőknél, és ez a típusú megbetegedés az, amit meg is tudnánk előzni, mert ez ellen van védőoltást, ezt már csecsemőkorban, fiatal csecsemőkorban, 6 hónapos kor alatt el lehet kezdeni, és ez a védőoltás olyan védőoltás, amit nem injekció formájában kell megkapni a csecsemőknek, hanem szájon keresztül. A főorvos hozzátette, még mindig gyakoriak a légúti megbetegedések is, és egyre több a bárányhimlős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.